Egy képzős növendék zenés produkciójával kezdődött a Ciráki Lajos megyei komplex képzőművészeti tanulmányi verseny eredményhirdetése Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolában csütörtökön. A 10. alkalommal életre hívott nagyszabású versenyre idén is olyan sokan jelentkeztek, hogy a különböző korosztályoknak külön napokon kellett tartani a díjátadót. Elsőként a legkisebbeket, vagyis az alsó tagozatosokat köszöntötte Dercó Tibor, a szervező intézmény vezetője. Célzottan csináljuk természetesen. Egyrészt megmutatkozási lehetőséget szeretnénk adni a legifjabb művészpalántáknak. Mindenki elindult valahonnan, türelem kérdése, és azt gondolom, hogy bárkiből lehet művész, kellő szorgalom, kellő fantázia, kellő kreativitás kell hozzá, és végre egy dolog, ami nem baj, hogyha fertőz, ez a kreativitás, úgyhogy bátran minél több embert fertőzetek meg a művészetek szeretetével. Radnóti Ákos alpolgármesterként és a körzet önkormányzati képviselőjeként rendszerint ellátogat az eseményre. A városvezető azt mondta, mindig örömmel jön el a rendezvényre. Jó, magam is amatőr szinten képzőművészettel próbálkozom. Hát sajnos annó nem itt kezdtem, nem egy ilyen iskolában, de ha itt kezdtem volna, akkor biztos jobb eredményeket tudtam volna elérni. Viszont tétek a jövő, úgyhogy mindig örömmel látunk itt benneteket. És hát valóban töltsétek az időt a művészetekkel, mindig egy kiváló kikapcsolódási lehetőség. Arra biztatok mindenkit, aki viszont nem csak fiatal, hanem egyszerűen ezzel szeretne próbálkozni, vágjon bele. Különösen a Covid időszak alkalmas volt erre az ember, hogy mivel töltse az időt, és nagyon sokan belekezdtek ebbe, úgyhogy igazgató úrnak további kitartást kívánok, és az összes tanárnak, aki ebbe az iskolában van. Gratulálok a fiataloknak és a szülőknek is, és találkozzunk minél többször. A versenybizottság elnöke Lázárné Verebes Ilona méltatta a beérkezett pályaműveket, majd az alpolgármester segítségével elkezdődött az eredményhirdetés. Megilletődve érkeztek a jól megérdemelt ajándékokért a gyerkőcök, akik olyan alkotásokat készítettek a fenntarthatóság témakörében, hogy rendszerint több harmadik, második és első helyet adtak át egy-egy kategóriában. Ahogy a szokás, a műveket kirakják az iskola belső tereibe, így szinte az egész folyosót és a lépcsőfordulót is gyönyörű kreációk borítják.